Hol van? Ó, mi lenne már? Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szavasz. 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 Laci. Szavasz. Ki? Laci. Minden. Laci. Minden. Ez mi ez? Mesterhegedű. Mester, tehát mester, tehát... Micsoda? A legmagasabb fokon van. Kinyitom? Figyelj csak. Das violin, nem? Tiszta. Jó, tiszta. 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 Honnan loptátok? Nem csak. Aha. Ausztriában, honnan van? Hollandiában? Bécsi. Filharmonikus. Ide hívtok engem ezért a szarért. Szerintem erre rájövök. Erre időm van. Egészségetekre. Ne ragudj. Nem akartam. Köszönjük, hogy eljöttél. És egy vas sincsen nálad, mi? Az is nyílik, hogy elnézést csopolom, hogy azt kérdezném, hogy egy hangszerrel lehetne fizetni. Egy hegedű van, csak nálunk nincsen pénz. Nem kell. Nem? Nem? Biztos? Beethovenben, ha szimfóniákról beszélünk, akkor van, szeretem az első, második, harmadik szimfóniát. A többit milliószor játszottam, de nekem a 9. szimfónia az egy gyötrelem játszani. Az a csodálatos a Beethoven szimfóniáiban, hogy mindegyik teljesen elüt a másiktól. Ez egy rendkívüli különlegesség, hogy egyik sem hasonlít a másikra. Ezt szerintem ilyen nincs is még egy ezen a történetben, hogy egy szerző életművén belül 9 tökéletesen egymástól különböző és hihetetlen gazdag karakterek és színek és hát olyan ritmusvilága már Beethoven volt a legnagyobb rockzene szerző szerintem, csak még nem tudják a fiatalok, vagy nem akarják észrevenni. Hello, megyek kávézni. Most ittam, nem kell. Figyelj, közben megnéztem a decemberi próbarendet, és egyfolytában próba van, És akkor mi van? Jön a karácsony. Hát jön a karácsony, de hát... Aki szereti a zenét, nem fárad el tőle. Nem mi a baj? Hát nekem semmi bajom nincsen. Hát, figyelj, itt ez a hegedű dolog most... Most mit vársz tőlem? Örülj neki, hogy valahogy vagyok. Majd valami lesz. Na jó van. Ma megyek mindjárt. Na. Iparos módon játszatok ezt itt. Más, előszörre még elindultok valahogy, de másodszorra... Ta-ta-ta-ta! Ba-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa!
Akarok kérdezni valamit. Mondtam azt, hogy ez öngyilkosság ez a tempó? Mi az, hogy öngyilkosság? Hát Beethoven 80-as tempót írt, ez pedig 76. Jó, hát... Öngyilkosság előtt 4 metronom számmal. Negyedik szimfóniát is szeretem, most már kezdem nem szeretni, mert ez, ilyen tempóban ez nekem őrület. A Beethoven azt mondja, hogy elég kellemetlen is, és hegedűsökkel nem volt megelégedve. Panaszkodott valaki, hogy nagyon nehéz, amit játszik. Mit közöm nekem a te rossz vonódhoz? Még mindig gyors volt? Ez egy öngyilkosság, aztán jön a fagot szól, és abból mi lesz ilyen? De hát most már lassabb volt, nem? Még mindig. Kicsit lassabb volt, de nem volt a tempó. Jó, akkor... Én egy öreg ember vagyok már, és én nem tudom gyorsan játszani, de a fiatalabbak se tudtak úgy, hogy... Játszad minden második hangot. A Konrád Gyuri bácsi, az egy csoda lény. Van, aki csak pénzért csinálja. Úgy is jól lehet csinálni. Én is szerettem, hogyha megfizetik, amit játszok. Ő az egyetlen ember az egész magyar zeneiletben, akit kivétel nélkül mindenki szeret. Én ismertem kollégákat, akikre az életemet nem bíztam volna, de nagyon jól tudtam muzsikálni vele. Ez egy akkora... Ilyen nincs. Ez mindent megmond. Tehát egy olyan zenében mindenki valamilyen módon ki nem mondva, vagy kimondva, utálja a másikat, őt mindenki szereti. Ő például a mi zenekarunk fiatalságának és a szelleme, még hiába 90-valány éves, mikor köztünk van, akkor... Hát én még mindig azon reménykedem, hogy egyszer meg tudom venni pingpongba, sose sikerül, pedig nagyon jó pingpongozom. Az örök ifjú, az örök fiatal, az örök jókedvű, imádjuk és kész. Akkor úgyis akkor dobja a metronomot. Légy szíves. Jó. Lejjebb veszem picit. Az elején az Allegro rész előtti 4 ütem olyan indokolatlanul lesz gyorsabb, ahelyett, hogy feszítenénk azt, hogy nem engedjük el azt a tempót. És ilyen így indul el, érted? És nincs meg az iszonyú feszítése, hogy baromi hosszan kitartanánk. Fúvósok mindig kirakatban vannak, mert egy szólam, egy ember. Egy vonós szólamban nagyon jól el lehet bújni. Ha ilyen jó, akkor mit csinált? Én most próbáltam szarul, de... Nem bocsa, nem sikerült. Azért... Apunak a kedvenc hangszere a klarinét volt, és hát állandóan mutogatta nekem a tévében, amikor ez a bizonyos fajta monoszkóp ugye megjelent, és éppen klarinét zenét adtak, akkor mindig mondta, hogy kicsi fiam. Ez a klarinét. Jó, köszönöm szépen. Végeztünk mára. Köszönöm mindenkinek. Ákos, te majd... Halló? Halló? Ja, igen, szia! Igen, tessék. Ja, szia Ákos, köszi, hogy jöttél. Szia. Most az a helyzet, hogy van egy kis gondom. Nem tudom, hogy tudsz-e segíteni, de azt sem tudom, hogy mondjam azt a dolgot. Iszonyú dolog történt. Mi történt? Hát nem volt jó a hegedűm, és... Tudod, el kellett vinni a Bécsbe, ahol... Igen. És elvittem a hegedűm, hogy csinálja meg, vissza kellett jönnöm, nem tudtam megvárni. Mert amúgy is mondta, hogy most lehet, hogy egy kell rá legalább 2 nap, és fölhívottan őt, képzeld, de nem is tudom, teljesen
lelkész vagyok, hogy ellopták. Ellopták a hegedűdet? Onnan a boltból, vagy a szervizből? Nem tudom. Ez kész. És nem tudom, mit csináljak. Na, szóval arra gondoltam, hogy nem tudom, hát tudod, épp elég bajom van a te mániádból. De most esetleg hasznomra lehet, hogyha ha tudnál hát, egy kicsit utána segíteni. Nézni az interneten, uh-huh. hogy mégis egyáltalán mi van, mert ilyen hegedűt azért nem lehet csak úgy eladni egy bocska piacon. Szevasztok! Hello! Na, hello. Megint itt vagytok, srácok! Egy pillanat, jó? Na, mutasd! És ez a légtenítő csavar? Hát azt itt meg fognak halni. Ez volt ezt a kérdés. Is... Így oké már? Nem, hát ezt is cseréljük, mert... Jó, de be van rohadva. Nem lesz. Mi ez? Mi ez? Igen, valami géppisztó? Elő ne vedd itt. Mága. Figyelj, hegedű. Megvan a mága? Nézd. Hát honnan loptátok ezt? Német hegedű, osztrákból. Hát németből. Németből? Osztrákból. Hát milyen hegedű ez? Hát mester hegedű. Mesterek játszottak rajta. Hagyjad már! Hát melyik utcazenésztől vettétek el? Nehogy utcazenésztől, ne csinálj! Na jó van! Jó, várj egy kicsit! Szól, mint az állat, tényleg. Hát és mit csináljak én ezzel? Kalapáljam ki a lökhárítót? Nem, hát... Gagyivári? Hát dísznek talán. Tízes, de hát tízes gyerekek, miért hordjátok ide ezt a szart? Miért nem hordjátok az ecserire? Egy tízesén. Na, figyelj ide! Kaptok érte egy Audi kormányt, azt el lehet haladni. Jó? Német kormányba megbízunk, az biztos. Na, hát ennyi. Te darabig ne gyertek! Nyílik ez a szarba, az meg. Egyrészt senki nem tud annyi pénzt összeszerezni, hogy az csak úgy hip-hop lehessen. Ezer okból nagyon kérem a 100 millió százalékos diszkréciódat. Ez természetes. Egyrészt ugye nem az én tulajdonom. Igen, tehát, azt nem is tehát, hát kinek van erre saját pénze? Tehát az a család, aki a rendelkezésemre bocsátotta, azoknak meg sem erre. Tehát egyértelműen most nem tudok, most így reszketek, most csak imádkozni tudok, hogy valami történjen. Uh-huh. Most először arra gondoltam, hogy egyrészt az ilyesmit biztos, hogy nagyon diszkréten próbálja egyáltalán egy tolva is. Ezt a minden itt a hülye ráteszi a fényezésre. Oh. Esik szét a tokja. Igen. Frankot mondjad, mennyit tud ez? Láttam már ilyet, mondjuk úgy. Aha. Szól ez. Néha kölcsön kérhetem? Maximum bérbe tudod elvinni. Ez így nagyon szép lesz itt. Tehát végülis figyelj, dísznek nagyon jó. Ma hegedünk is. Gyere, fotózzál csak le! Az új szerzeménye. Hogy is van? Ciao. Hello! Most már kicsit késtem. Kicsit. Jaj. Milyen helyzet? Nekem kérted? Aha. Oh. Ja. Na, egészségünkre figyelj, nézzük már meg ezt a hangszert egy kicsikét, ha már itt a... Te figyelj, én emlékszem, hogy 15 éve jártam ide egy... Mondtad, hogy igen, te ez annak idején igen vagy ez itten. Hát ez már akkor sem működött, de azért megnézhetjük. Így sincs meg? Hogy kell a szapa? De meg... Na jó, hát ez egy hangszer persze. Ez nagyon aranyos. Ennyi bor után csak ez szabad. Na, és akkor maradjunk abban, hogy a kedd, azt tudni. Kedd és csütörtökön, jó, kettő okay. után az akadémián. Jó, jó. Oké. Okay.
szoba, nincs koncert, kész. Ha nem kapok 10 perc múlva szobát, az Olivó lakcomban. Körülbelül 62 éves hárfa. Ezt a másik koncertet ezen majdnem lehetetlen prezentálni. Halkrepülés lesz. Még ilyet nem láttam én, milyen amatőröket. Stradivári. Nagyjából 300 évvel ezelőtt. Te most hülyéskedsz velem?